Express vonat előreláthatólag 120 perc késéssel fog indulni. Szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket, Storyworks-ozni fogunk, és a mai videóban egy szerelvényt szeretnék nektek bemutatni, amelyben a mozdony és maguk a kocsik is, én úgy gondolom, hogy érdekesek lesznek számotokra, de még nincs itt. Szokás, hogy késik, úgyhogy ezt meg kell várnunk, ilyenkor valamivel el kell ütnünk az időt, én úgy döntöttem, hogy most olvasni fogok. És tényleg? Úgyhogy megvárjuk, hogy megérkezzen, amúgy remélem, hogy ide ér, és nem fogy ki bőle az üzemanyag, hát majd egyszer ide ér, úgyhogy have fun, gyerekek, majd mindjárt itt van. Ó, oh, már érkezik a vonatunk! Na még ez az oldal még pont belefér. Megvagyunk, srácok, az a helyzet. Ott érkezik a mi kis aranyos, hát szerelvényünk. Amelyet azért meg is kéne állítanunk valahogy, és egy mozgó vonatra azért csak-csak nehéz felugrani. Úgyhogy megállítjuk ezt másképpen, mit szóltok hozzá. Így szépen előttünk fog megállni. A kis M41-es csörgő, a maga kis... Hát, mávos festéssel rendelkező kocsiaival begurult az állomásra, és ahogy láthatjátok, van itt első osztály, itt az első kocsi nyilván egyből a mozdony után, és van itt három másodosztályú vagonunk. Őszinte leszek, szerintem a vagonok jobban sikerültek, mint maga a mozdony, ezeket egyik este így pár óra alatt dobtam össze. A mozdony egy kicsit nehezebb volt, hisz azon olyan elemek vannak, például, hogy kicsit jobban kidülled a fényszóró, és stb., főleg az elején, amelyet nehéz volt reprodukálni. Most leállítjuk közben, így szépen álljon le. De hát ez sikerült kihozni itt a történetből, úgyhogy hát lássuk, hogy mire képes ez a kis mozdony. Ugye a standard csatlakozást láthatjátok rajta, illetve nyilván van áram és csőkivezetés, a fluid hose enkor amúgy nincs bekötve. Üzemanyag található itt lent, ez teljesen dízel üzemű, és ez is az egyik nagy problémája amúgy ennek a mozdonynak. Én amúgy ezt nem is tartom annyira hatásosnak vagy hatékonynak az eddigi mozdonyaimhoz képest. Már aki szemfüles láthatja ott azt a rengeteg flywheelt, ebbe is van generátor természetesen. Szóval itt lent van üzemanyag, itt az aljában, illetve elő van egy nagy üzemanyag tartály benne, de menjünk is be és megmutatom, hogy mi található benne. Ezt itt fönt kikapcsolom, ez a feltöltött verzióban nem lesz benne, ez ugye kifejezetten a remote control miatt volt, hogy távolról le lehessen fékezni a masinát. Kinyitjuk itt az ajtót, ugyanis mindjárt megmutatom majd itt a kezelőt, de először a gépházba menjünk be, amit amúgy fel kéne kapcsolni a lámpákat, hogy lássunk is valamit. Addig van ugye RPS megadás, rendesen be van kalibrálva, ez automata. Nos, ide bejövünk, itt látható az üzemanyagtartály, nagyon eszi az üzemanyagot igazából, a hatótávja elenyészően kicsi, úgyhogy ezzel csinálni kéne valamit, nem biztos, hogy jó ötlet volt egy large engine beletenni, mert nagyon eszik, és nagyon könnyen elkapar, úgyhogy lehet, hogy egy medium engine-re érdemes lenne ezt átépíteni, sokat tesztelgettem, aztán már úgy mutattam el, hogy kit érdekel. Van itt nekünk egy végtelen energiagenerátorunk, ami most nem a megszokott módon egyenesen, hanem így U alakban megtörve helyezkedik el. Ez azért kell, hogy helytakarékosabbak legyünk. Itt vannak a csövezések, igazából nagyon ilyen skeleton az egész, de talán ettől is lesz ez ilyen érdekes. Illetve, hogy átjövünk a hátuljába, ugye ezt mind a két oldalon kéne tudni irányítani, hát ezt nem lehet, viszont cserébe itt is azért a fényszórókat azt lehet kapcsolgatni. Ugye van egy fönti lámpa ugye a tetejében, megmutatom még egyszer, egy fönti lámpa a tetejében, illetve a két alsó közül a belsők azok pirosan világítanak, a külsők pedig ugyebár fehéren, hogyha ugye attól függetlenül, hogy melyre van a menetirány éppenséggel. Persze tud tolatni, csak hát mindent ebből a fülkéből kell vezérelni, ami a mozdonyt illeti, igazából klácssal irányítjuk a mozdonyt, és RPS targetot adunk a motornak, amit egy PID irányít. Ugye ez azt jelenti, hogy ha én megadom neki, hogy 10-es fordulaton menjen a motor, akkor ő szépen 10-es fordulaton fogja nekünk tartani. Lehetne ezen finomítani, ez egy finomításra szoruló rendszer, amit most beleraktam, hogy működjön. A nagyobb probléma az, hogy túl erős hozzá a motor, önállóan amúgy nem. Tehát mindjárt megnézzük, hogy mennyi a max sebessége, mert amúgy tud repeszteni ez a kis mozdony önmagában, így szerelvénnyel együtt azért annyira nem combos. A tetején, ahol eredetileg is találhatók rajta ilyen szellőztetők, ott ugyebár helyet kapott
A hűtés 2x5-ös hűtő hűti ugyebár a Large Engine-t, amúgy ez elég is neki. A tetén vannak ilyen kis kivezetések, úgy van, hogy minél jobban ráengeditek a klácsot, annál több füstöt enged ki. Amúgy, hogyha csak alapjáraton megy, nem is füstöl, mert a katalik konverterek szinte nullára redukálják a füstöt, tehát alapjáraton, hogyha elindítom, akkor nem szabad füstölni a gépnek, ezt most meg is mutatom mindjárt, beröffentjük itten. Ez gyors le nullára, adunk neki 10-es RPS-t, és akkor most nem is füstöl a mozdonyunk egyáltalán. Lehet, hogy néha apró kis füstök ki fognak jönni, és ha valaki azt mondja, hogy az RPS miatt nem, hát én odalépek neki nagyon szívesen, ez nem fog füstölni. Most 25-re tettem, ott bugol amúgy sokszor az a kijelző. Nem, nincs füst, kein füst. Úgyhogy ez ennyi, hogy ezt leállítom csak így egyszerűen. Így, majd 15-tel fogunk menni. Bőven elég igazából a 10-es fordulat is. Nem tudjuk kihasználni azt a nagy motort, ami benne van. Ezért mondom, hogy egy médium jobb lenne. Hogyan állnak ki, és nézdek ki ezek a kocsik? A legapróbb dolgokra is igyekeztem odafigyelni, amennyire a Starworks-be ez lehetséges. Például itt vannak ilyen kis gombok, ezek nyilván festések, viszont ezek a kis piros cuccok, ezek itt világítanak a végén. Ugye ez jelzi, hogy itt ez a vagon itt éppenséggel jelenleg áll. Ki lehet nyitni az ajtókat? Hát igen, a gombok oda kerültek, ahova rakni tudtam őket. Opa, kicsúsztunk. Elmetek, be lehet pedig menni, így be tudtunk jönni. Ez becsukható. Igen, kicsit szűkös a történet, ez pont rám nyílik. Jó, akkor a másik oldalról kell megközelíteni. Hopp! És ki lehet menni ugyebár a mozdony felé. Nyilván ennek akkor van jelentősége, hogyha a másik vagomba szeretnénk átmenni. És akkor ez így néz ki, ugye oldalanként egy ülés van egy sorban, mert hogy itt a Starworks-ben így van ennek hely, de így alakul ki igazából a belsej, hát nincsen csomagtér, de van benne egy kis világítás, és igazából, hogyha nagyon szeretnénk, akkor még akár a másik vagomba is át tudunk szállni, és direkt úgy csináltam meg, hogy még ugrás nélkül is igazából át lehessen szállni, annyi, hogy kicsit macerás itt az ajtókat nyitogatni, de lehet menni vagonról vagonra benne. Szóval ez nagyjából ennyi, nyilván amúgy a legtöbben, akik használjátok a Starworks-ös szállítmányozást, nem használtok amúgy személykocsikat. Most ez személykocsi lett, szeretnék majd magyar ilyen teherszállító, vagy magyar vonatkozású teherszállító vagonokat is. Nem tudom, hogy abból milyen ikonikusabbak vannak, de ezt muszáj volt megcsinálni. Nagyon egyszerű a dizájn, ez a sima MÁV-startos. A számokat így random irogattam, ugye nyilván láttam, hogy ez általában a pályaszámtól, meg nem tudom pontosan gyártástól, vagy azonosítótól szokott függni. Ezt jobban tudjátok sokszor a komment szekcióban. Itt most csak a feeling miatt vannak rajta ugyebár a számok, tehát ezek nem jelentenek konkrét dolgokat. Úgyhogy hát így néznek ki. Nekem brutál mód tetszenek, remélem, hogy nektek is. A kocsik is elérhetőek lesznek, hogyha szeretnétek őket használni. De na lássuk, hogy mit tud a vonatunk. Ja igen, és a csatlakozó fölött az mindegyiknél így néz ki. Nagyon egyszerű a történet. Van itt kábel amúgy, ugye az áramot át lehet vezetni, de hogyha összecsatlakoztattok ugyebár vagonokat, akkor már az áram az ezen keresztül is átmegy. Nincs különösebb probléma vele, nagy sebességnél jól veszi a kanyarokat, a forgózsámolyok nem forognak, de így a Stoneworks-ben ez tökéletesen működik. Nézzük meg, hogy mennyi a nagy mozdonyunknak a maximális sebessége. Ez az, hogy leválasszuk most ezt itt, és ezt igazából itt tudjuk megtenni a mozdonynak, itt a konnektor az oldalán történik meg ugye a leválasztása. Kapcsoljuk be, adunk neki egy 20-as RPS-t, az úgyis a max standard, és becsukjuk az ajtót. Hogy fölpörgettük a motort. Oké, amúgy W-S-sel lehet adagolni neki a gázt, és ilyenkor, hogyha elindulunk, azért elkezd repeszteni, és hogy adom neki a gázt, egyre jobban füstöl, vagy adom neki a klácsot igazából. Most 150-nel megyünk. Úgy van, ugye van benne kipörgés gátló, ugyebár, hogyha kipörög a kerék a sinen, akkor szikrázik, és ezt ilyenkor visszaad egy jelet a kerék. Na most ezt a jelet én rákötöttem ugyebár a klácsra, és ilyenkor visszahúzza automatikusan, láthatjátok nyomom, és elengedek mindent, és ameddig kipörög, addig visszahúzza. Ilyen 150-200 között tud menni magában a mozdony, ami amúgy nem rossz összességében, de tekintve, hogy limitált maga az üzemanyag mennyiség, nem ezzel fogtok menni világgá. Ezért lenne jó egy medium engine bele, mert akkor valószínűleg nem lenne ilyen probléma, de nem lenne ilyen erős. Tehát, hogy
Hát csak az lett volna jó, hogyha ezzel töltöm, vagy nem tudom, valahogy máshogy oldom meg. Ezt a kipörgést egyszerűen nem tudom, mindjárt meglátjátok, hogy mire gondolok konkrétan. Nem tudom megoldani, mert látszik, hogy van erő ebben a dízelmotorban, nagyon nyomatékos is. Azzal nincsen probléma. Jó. Oké. Szépen gyorsulunk. Ha gyorsulunk szépen, a klácsot még lehet rá kicsit tologatni. 170, úgyis nagyon közel vagyunk már a dolgokhoz. De csak le fogunk kanyarodni szerintem. Yes, le fogunk kanyarodni. Igazából az se feltető probléma. Bármilyen irányba tud menni ez a mozdony. Úgy csak itt van egy tolató mozdony. Jaj. Megállunk! Azt a mindent, egy picit megtoltuk. Én szépen. Ez igazából a Starworks-ben a szépen. És akkor mehetünk is. Elkezdem neki adni. Most 50%-ra rakom a gázt, és akkor szépen nem fogunk indulni. Hát, egy tesztüzemnyire van még elegendő üzemanyagunk, srácok, úgyhogy nem kell itt a nagodalmaskodni. Közben elindultunk? Nem. Nem, mert behúztam a féket. Úgy mondjuk nehéz is lesz, nem baj. Na és az van, hogy most ilyen 0, hát igen, 0-6-nál vagyunk nagyjából. Oké, szépen elindulunk. Tehát 4 vagon van rajtunk. Ezek a vagonok lényegében üresek, tehát nincs bennük se szén, se semmi, láttátok, belül tiszta üreges az egész, nincs benne extra üzemanyag, amúgy azt is lehetne csinálni, hogy teszünk neki egy nagyobb bendűt az aljára, bár akkor nem néznének ki ennyire jól, és esetleg az is tárolhatna üzemanyagot, nagyobb legyen a hatótáv, és hát ilyen 60-nal tudunk menni. Na most a throttle-unk, ami jelen esetben, tehát ugye maga a ugye ez az egység, ez egy throttle, de hogy a klácsot irányítjuk, nagyjából ilyen 60%-nál adja meg magát, és 60%-nál nagyobb összetartást a klácsnak nem tudok adni, mert egyből kipörög, ezáltal igazából a motor teljes erejét nem tudom ráadni a gépezetre, hogy ezt a 70 km/h tudjuk megközelíteni, és ezt tudja tartani nagyjából a mozdonyunk, hát ezzel garantáltan elkésünk. Tehát majd bebondják a megállóban, hogy 20 percet késik, mert az utasok lassan tolják kategória. Úgyhogy nyilván amúgy a Magyar Vasúton nem is lehet sokkal gyorsabban menni. Bár vannak gyors szakaszok, de sok helyen ugyebár ez a 70 is egész reális lehet szerintem. Bár franc tudja, mert én ezt nem szoktam pontosan ennyire figyelgetni. Úgyhogy sajnos ez csak ezt tudja. És 4 kocsival rajta, hogyha ráraknánk még egyet, akkor nagyjából egy ilyen mínusz 10 km/h kell elképzelni. Kérdés az, hogy effektíve a játékban lehet-e ezt valamire használni, valószínűsítem, hogy nem. Maximum egy ilyen kocsit érdemes vinni, amit amúgy félig érdemes átalakítani ilyen EU kocsira, hogyha esetleg menteni kell túlélőket, akkor tudjatok hordágyba tenni, vagy nem is hordágyba, mi ez, ilyen medical bedet lehet ugyebár letenni, és akkor az egyik kocsit át lehet ilyen kórházkocsira alakítani, hogyha szeretnétek a külsét, meg lehet akár így hagyni, és akkor lehet effektíve használni, a többi vagon meg lehet igazából bármilyen szenes, vagy rakodókocsi, konténeres kocsi, stb. Most a továbbiakban úgyis olyan terveim vannak, amik ehhez lesznek kapcsolódóak. Hogyha tudtok jó magyar vonatkozású tehervagonokat, amik szerintetek ikonikusak és jól nézzének ki a játékban, és hasznosak is lennének, nem csak ilyen dizájnosak, mint ezek, akkor ezt a komment szekcióban írjátok már le nekem, adjatok tippeket, mert sokszor ezekben ti jobban otthon vagytok, hogy mik azok, amik ikonikusabbak, írjátok le a kis csörgő, hogy sikerült, hogy tetszik nektek, hamarosan ő is elérhető lesz, sok javítani van rajta, azt látom, nyugodtan cseréljetek benne motort, lehet vele tesztelni, a dizájn az kész van, ennyire tudtam megcsinálni, hogy jó legyen. A vagonok szerintem azok azért nagyon menők lettek. Tehát így, hogyha egyben nézi az ember, hát esküszöm, már majdnem a Balatonon érzem magam. Értitek? Megyünk lefelé, zakatolunk. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis rövid videót. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretétek és még nem tettétek volna, még iratkozzatok fel. Hamarosan jövök újabb Starworks-el, addig jók legyetek. Sziasztok!